Ok, akkor Budapest, a téma. Nem rossz város, csak pszichodelikus. A házánk fővárosa Budapest, a nevet 1872-ben kapta Pest Buda és Sóbuda egyesülésekor. Elbeszélgetni az emberekkel, megismerni a várost, a szívét, és azt javaslom mindenkinek, hogy minél előbb menjen ki az utcára, nézzen körül, biciklivel, bármivel. Hát nem tudom, már úgy érzem, hogy itt lakik a lelkem, járkál az utcákon, itt lakik a szívem. Minden városnak több szíve van, Budapestnek is, és itt van az egyik. Hát már nincsen egy szív, mert megöltek szerintem ezzel a kereszttel, mert az előbb állt egy pad, és lehetett ülni a padon, szerelmeseknek, meg az embereknek, csak egy kereszt. Ez milyen dolog? A város átszeló folyó neve Duna. A Duna folyó. Ott van a Holt, pár nap múlva lesz tele a Holt. Most a következő, itt van a három császi, már említettem, hogy az, ami a jobb oldalon van a legjobb mindenképpen. Na most állítólag három folyó kéne, hogy legyen, hogy minden csáj megfelelős egy folyóért. Rava, Drava és melyik? És állítólag Szava, de nem vagyunk biztosak, hogy nem Tisza, és hogyha igen, miért hagytak ki? Végül is több folyó beleesik a Dunába, és hát jól tudjunk az Európának a közös veceje. Az ipar és a közellátás viszonylag fejlődött. Igen, a non-stop lefedettség, okay. Az kurva jó Budapesten, a non-stop lefedettség, hogy mindenhol lehet találni egy non-stopot. Why do you have that anyway? Budapesten az is zavar, hogy nagyon drága a kája. A sör meg szórakozás tulajdonképpen olcsó. Olcsóbb, mint Varsóban. Szeretem a kajákat, a kajáldákat, ahol 400 forintért jó be lehet kajálni, meg a söröket, meg a kiskocsmákat, ahol Erzsi néni hozza a nagy fröccsöt 86 forintért. Nem ásnak az embert normálisan enni. A kaja az elég jó, csak drága. A pia az jó, de olcsó. Az összes járda tele van kutya piszakkal, meg kutya szárral. Ez teljesen, ezt nem értem, hogy ez hogy működik. Nem érdemes szólítani embereknek, hogy csináljanak valamit a kutyákkal, mert az nem működik. Ahogy láttunk már utolsó útív alatt, nem változott semmi. Ott is egy kutya, poraz nélkül. Egyébként azt hallottam, hogy a magyarok ahelyett, hogy miután egy pár összeházasodik, nem akarnak gyereket, hanem veszik egy kutyát. Ez milyen dolog? A város két pártja hidak kötik össze. Margit híd. A villamosok simán közlekednek. Ó, még ráadásul kevés kocsi van. Szerintem pszichodelikus. I probably the only person in the city that thinks this, but I think the public transport's pretty good. BKV Uber alles. Az egyik legjobb transport cég Európában.
szerintem. Mert éjszakai járatok vannak, meg ez nem mindenhol előfordul, meg rendesen járnak a villamosok. Nem elég van rock koncertből, nincsen elég jazz koncertből, nincsen elég hip-hopból. A Kodály Zoltán magyar zeneszerző a Város Egyesülése évfordulóján budavári Te Deumot komponálta. A Vörösmarty téren annak idején volt egy koldus, biztos most is van. És mivel ez közadagozásból épült ez az egész, de Koldus is úgy gondolta, hogy belerak egy részpénzt az egész kasszába, és ez a részpénz, ez már több mint 100 éve ott van, és meg lehet nézni a második A betű, a magyarból a második A betű alatt, hogyha az ember elindul lefelé, akkor ott a két szárny között azt ott úgy lehet is látni. Kicsit így fehérebb is úgy körülötte. Na hát ez a névtelen Koldus részpénze. Ennyi. Ez volt a sztori. Próbálunk túlélni nehéz magyar körülmények között. Hát ennyi. Szerintem napról napra minden legjobb irányban megy. Hát ennyi szerintem. Nyugodt, csak kezdve. Thank you.